Igen, abba a boltba bement. Ezek a majorkin szandálok. Ezekbe járnak. Köszönöm, hogy ne fogassam meg a
nem. És hűtőmágneseket nézem, cukik. Nagyon édes. Egyik, Noa. Sziasztok! Csütörtök van, 9-e? 10-e? Nem tudom, de csütörtök. Itt vagyunk Alkudiában. Megnézzük egy kicsit az óvárost. Aztán utána megyünk Múróra fürdeni. Hát itt ugyanolyan bóvlik meg kínai ruhák, minden van, mint minden. Pasta 7 euró, pizza 7 euró, egy korsó sör 3,5 euró, egy pohár sör 1 euró 70. Egy paella 11,5 euró, egy presszó kávé 1 euró 20, hát ez olcsó. Cappuccino 2 euró 50. És akkor itt vannak a kaják, második egy tál étel. Hát olyan 11 és a rák 19 euró. Ja. Úgyhogy ez olcsó hely.
kijöttünk az óvára. Ez a fehér ruhák boltja. Csak én találtam ki. Na, de ez milyen csinos ez a sort a felsővel. Most láttam, most vettem észre, hogy a bolt neve a Fehér Lélus. Nagyon szép. Megyünk az autóhoz, és irány Playa de Mouro fürdeni. És ide értünk a partra. Ott a vizecske. Hú, de szép. Na, innen szép. Nézzétek ott szembe a hegyeket. Itt voltunk tavaly is.
ott mennek be mellette a kocsik. Közben oltják. Sziasztok! Ma augusztus 11-e péntek van, most már délután 16:30 van. Most jöttünk meg a Mercadónából, vettünk egy pár dolgot, mutatom is nektek, mi mennyibe került. Ez a burgony. Ezt így végigfuttok rajta. Jó. Na és akkor vettünk egy ilyen 2 literes zéró Coca-Colát, ez 2,10 €. Akkor vizeket vettünk, 6 darab 1,5 literes szénsavas vizet, de lent hagytuk a kocsiba, tehát 1,5 literes, 6 darab, 2,28 €. Akkor ezt a Fantát vettük, ez is 2 literes, 1,50 €, Fanta limonádé, 2 literes, 1,50 €. Aki iszik ilyeneket, megírná, hogy otthon mennyibe kerül? Kíváncsi vagyok. Most ezt itt 400 forinttal lehet, azt hiszem, annyival számolják most az eurót, de majd megnézem. Akkor fekete paradicsom, fekete seri paradicsom, itt az a neve, 30 dekás, és ez került 1,48 €-ban. Akkor jégkrémek következnek, eper jégkrémet vettünk, 10 darab van a dobozba, 2,20 €, isteni finom, ez ilyen jeges, és akkor alatta meg ott van, tudjátok, ez a hozzáadott cukrot nem tartalmazó, 8 darab van a csomagba, 2,55 €. Akkor egy ilyen mix vegyes gyümölcsöt vettünk, ez egy 30 dekás. Ez a 30 dekás, 1,59 € volt ez. És az áfonya, az pedig 2 €, azonnal nézem, az is 30 dekás, 2,07 €. Jó, ez azt hiszem olcsóbb jóval, mint otthon, mert mikor eljöttem tavasszal, mintha akkor is már ilyen 800 forint lett volna otthon, március körül. Na, akkor egy kilós fagyasztott brokkolit vettem, 1,88 €. Akkor a 2 sűrített paradicsomot, amit szeretek, 39 dekás, 85 € darabja. Akkor ezt a margarint vettük, ez azt hiszem 1,5 kilós. 40 dekás, 400 grammos, 2,85 €. Akkor a banánt vettük, banánnak kilója 1,45 €, ez körülbelül pont annyi jó. 1,5 kiló sertés darált hús, 3 € fölött van.
Egy pillanat, nézem. 2,95 €, tehát nincs 3 € a fél kiló. Kukortokat vettük, ugye a megszokott körtés, bifidusz. 1,30 €, szerintem ez a legfinomabb. Akkor a fiam választott egy ilyen limonádét, ez csak 95 cent a 4-es. És ezt a kókuszost, ilyet már héten vettünk, azt mondta isteni finom, ez is 95 cent volt. És a Noa pedig ugye nagyon szereti ezt a csokoládés tejszínhabos pudingot. Ez pedig 1,35 €. Akkor vettük ezt a teljes kiörlésű rudacskát. Ez hasonló, mint otthon a ropi, csak ez nem olyan sós. Van sós is, meg sonkás is, de ezt a Naturt szoktuk venni. 100%-os teljes kiörlésű, nagyon-nagyon finom. 25 deka, de jó sok. És ez csak 85 cent. Akkor a vaníliás kosárkát vettük. Ez a Noa kedvence, 40 cent darabja. Akkor nekem a cikória kávé, ez 2 €, pillanat, 1,05 €, ez egy 15 dekás, ez a kedvencem. Akkor sajtot vettünk, ezt a Havarti Light-ot. Ez 30 dekás, szeletelt. Sok-sok szelet, 12 szelet itt van rajta, 2,85 €, és akkor vettünk egy goudát, 30 dekás, ez is szeletelt, ez pedig 2 €, pillanat, 20 cent, 2,20 €, ez meg 2,85 €. Akkor vettük ezt a fagyasztott csirke, mi ez, ilyen falatkák, panírozva, nagyon finom, 100% húsi, 3,75 €, és ez egy fél kilós. Akkor zablisztet vettünk, egy fél kilós, igen, fél kilós, 1,11 €. 2 darab ilyen zöld paprikát vettünk. 3,69 € kilója, ez a 2 darab 14 deka, 52 cent volt. Holnap töltött paprikát csinálunk, illetve paradicsomos húsgombócot. Ki hogy mondja, mert csak ez a 2 paprika lesz betöltve az íze miatt, a többi gombóc lesz. Ezt a teljes kiörlésű, 51%-ba a teljes kiörlésű kenyeret vettünk. Ez ilyen 20 centis, 15-20 centis rudacskák, 5 darab van benne. Ez összesen azt hiszem fél kiló, 62,5 deka. €1,35 kerül. Akkor ez ilyen rizs, mi ez? Bocsánat, ez kukorica tallér, olyan, mint a rizszelet, csak ez kukorica szelet, csokis a teteje, ez pedig rizszelet, ez is csokis, csak ez tejcsokis, ez pedig étcsokis. 4 ilyen csomag van benne, minden csomagban 2 darab, tehát ez összesen 8 darab egy ilyen csomag, 1,60 € így csomagja. Jó, és akkor ugye a jégkrémeket mondtam, ja, és akkor még amit vettünk, az egy burgonya, 2 kilós, ilyen rózsaburgonya jellegű, legalábbis otthon ugye rózsaburgonyának hívjuk ezt a pirosat. És, ja, de az itt is, mert patata roha, tehát gondolom a roha az azt jelenti, 3,65 € a 2 kiló burgonya.
Na, hát ezeket vettem. Jaj, bocsánat. Egy ilyen hidratáló aloe verás kézkrém. Ez 1 euró. 1 euró 30 cent, 75 ml-es, és 2 csípős csorizó kolbászt vettünk, ugye ez itt párba van csomagolva, 28 dekás 1. Na, tehát a csorizó kolbásznak darabja 2 euró 49 egy ilyen csomag, egy pár van benne, már mondtam, 28 dekás. És akkor ezért az összesért, lehet, hogy már ezt is mondtam, nagyon meleg van, 62 euró 17 centet fizettünk. Kíváncsi lennék, hogyha tudtok, eszetekbe jut, hogy egy-egy termék otthon mennyire kerül, jó? Akkor örülnék, hogyha megírnátok. Köszönöm szépen!